Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Mi baj van a világgal? Hát, hogy az emberek kódolta agymosodtak, és nem lehet pedig, amit kezdeni. Na, evel kapcsolatban hadd mondjak egy-két dolgot, jó? Most itt van ez a tüntetések. Én nem sokat foglalkoztam vele, mert inkább csak a nejemtől tudok dolgokat ebben kapcsolatban. Mert ő nézi után, nézi a híreket. Meg egy picit utána olvastam, csak azért, hogy valamilyen tájékozottságom legyen. Hát nem újságban, hanem a neten néztem utána. És ugye most van egy ilyen közép-európai egyetem. Igen, ez a CEU. Na, amelyet ugye a Soros György pénzzel, így van, patroná. Na most a Soros Györgyről csak annyit szeretnék mondani, hogy az egész bevándorlást, az arab bevándorlást a Soros György féle alapítvány, illetve alapítványok finanszírozzák. Na most talán egy olyan embernek nem kellene tolni a szekerét, meg nem kellene érte imádkozni, meg nem kellene nyalni a hátsóját, aki gyakorlatilag a következőt akarja, ugye azért, tehát hogyha bárki megnézi, akkor azt látja, hogy milyen a bevándorlók, tehát az arab bevándorlók, azok milyen neműek. Tehát ha valaki ezt megnézi, akkor azt látja, hogy kb. 90%-ban 20 éves férfi, 20 éves férfi. Azzal a célzattal jönnek, hogy majd párosodjanak a fehér nőkkel, és félvérek szülessenek Európában, olyan félvérek, mint Amerikában a félvérek. Na most mi baj van a félvérekkel? Hát az, hogy a fehér önmagában az nagyon öntudatos, a többi színű néphez képest sokkal öntudatosabb, nem viseli el a diktatúrát, előbb-utóbb a diktatúrából kitör a fehér ember, de ha beoltják idézőjelben a fehér nőket barna génekkel, akkor onnantól kezdve ez az öntudatosság lényegesen lecsökken, és ha megnézik, az arabokat csak egyféleképpen lehet irányítani diktatórikusan. A feketéket is csak diktatórikusan lehet irányítani, de a sárgákat is csak diktatórikusan lehet irányítani. Ha ebből a diktatórikus parancsuralmi, hatalmi alapú irányításból visszavesznek, tehát bárhol, bármelyik fehéren kívüli fajnál bevezetik a demokráciát, idézőjelbe a demokráciát, nem is lehet bevezetni egyetlen helyen, mert mindenütt anarchia lesz a demokráciából. Na most azért akarják úgymond átszínezni Európa térképét, ilyen félvérekké tenni, mert akkor be lehet vezetni a fehér embereknek is a diktatúrát, mert akkor ugyan nem lesznek fehérek, csak a hatalomban lennének fehérek, akik nyilván nem párosodnának a barnákkal, de a nép az párosodna, tehát most még ugye ellenállás van a nem fehér színű emberekkel szemben, hogy párosodjanak a fehér emberek, itt Európában, de az sem mindenütt, mert már Franciaországban, Angliában, Hollandiában ezzel már nincs probléma, csak itt inkább Közép-Kelet-Európában van ezekkel probléma, meg még beleértve Németország, bár ott is már a törökök, jó, azok még fehérek, de azok már a barnábbik fehérekhez tartoznak, mert eléggé kevert nép ugye a török, mert hát elég sok helyen megfordultak a törökök, meg elég sok helyről gyűjtöttek janicsárokat, és ezáltal mindenféle
nációból vannak ott is már emberek. Tehát ha megnézzük egy török embert, hát nem olyan fehér, mint mi vagyunk, hanem jobban inkább a cigányokhoz hasonlítanak. Na most lényeg az, hogy, el akarják érni azt, hogy diktatórikus vezetést lehessen az egész világon alkalmazni, az egész világon, de ehhez a fehér ember maga útban van, nyilván maradna egy fehér réteg, amely irányítana a világot, de az csak egy, gyakorlatilag egy pár tízezer embert szeretnének, vagy max pár százezer embert, aki, irányítana a világot, és a többi az nem fehér bőrű lenne, hanem ilyen vagy fekete, vagy sárga, vagy barna, vagy félvér. Hát vagy félvér. Na most, ha megnézzük, akkor ugye a munka szempontjából is, a sárgák azok dolgosak, az a legdolgosabb nép, utána a fehér, aztán a barna meg a fekete, az nem szeret dolgozni. Az nem szeret dolgozni. Sehol a világon a barnák meg a feketék, azok nem igazán szeretnek dolgozni, tehát gyakorlatilag nem véletlenül használták sok helyen ezt a két népet rabszolgának, mert hát nem szeretnek dolgozni, és kényszeríteni kellett őket arra, hogy dolgozzanak. Na most, tehát egy olyan embert támogatnak ezzel a tüntetésekkel, aki gyakorlatilag az egész bevándorlást támogatja, mert gondolják csak végig a bevándorlókkal kapcsolatban, hogy honnan van nekik több ezer dollárjuk, több ezer dollárjuk arra, hogy bevándoroljanak. Tehát honnan? És hol hagyják a családtagjaikat? Hol hagyják a szüleiket, gyerekeiket? Hát mondjuk jó, hát egy 20 éves a férfinak még nem biztos, hogy van gyereke, hiszen... De hát szülei vannak, a szülei miért nem akarnak bevándorolni? Hát a húgaikat hol hagyják, így van. A lánytestvéreiket hol hagyják, azok nem jönnek. Azok csak mindössze, tehát a 20-30 év közti generáción kívül mindössze az összbevándorlók kb. 10%-a. Tehát a 90%-a az ilyen 20-30 év közötti fiatal férfi. Jó? Tehát körülbelül erről ennyit, de ez miért, beszéltem erről? Azért, mert, gyakorlatilag azok az emberek, akik most kint tüntetnek a CEU mellett, azokra mondhatjuk azt, hogy a jó része az ilyen megtévesztett, sok közöttük agymosott, tehát agymosott. Olyan emberek, akiknek fogalmuk nincs, hogy hogy működik a világ, abszolút nem is járnak utána, hogy hogy működik a világ, nem is érdeklik azt, hogy, milyen jövő várható az emberiség számára, nem is érdekli, nem foglalkozik velük. Azt hiszik, hogy a politikusok határozzák meg azt, hogy jobb legyen egy népnek. Azt hiszik, a politikusok azok maximum csak azt tudják elérni, hogy rosszabb legyen egy népnek. Tehát, hogyha a politikusok nem lennének, tehát nem lennének politikusok, és az embereket hagynák boldogulni, akkor sokkal, de sokkal többre mennének az emberek, mint jelen helyzetben, ahol a világban a politikusok látszatra uralják
ugye a hatalmat. Mondom látszatra, mert a politikusok mögött van egy árnyék hatalom, egy olyan hatalom, amelyik irányítja a politikusokat. Tegnap néztem a legutóbbi Hihetetlen magazinból, tehát a nem az újságból, hanem a tévéből, ugye, ami a YouTube-on van fönn, hát nem a tévéből, hanem YouTube-ról, de az pénteki adás volt. Tehát a pénteki adást, hát nem ismétlését, hanem felvételét néztem, ami pont a Rothschild családról és a Rockefeller családról szól. És ugye arról szólt, hogy hát, hogy megállapították pszichológusok, hogy ezek az emberek, a Rothschild család, illetve a Rockefeller család, akik gyakorlatilag a világ urai, tehát ők az árnyékhatalomnak a feje, de elsősorban a Rothschild család, ezek a pszichológusok, tehát szakember pszichológusok megállapították, hogy ezek pszichopaták. Tehát pszichopaták. Ugyanis a pszichopatának tekinthető, akiben semmilyen együttérzés nincs. Tehát semmilyen sajnálat, együttérzés. Az pszichopata. Na most a pszichológusok szerint. Én szerintem meg nem ez, hanem ők olyan emberek, akik kb. 40%-ban hüllőgénekkel rendelkeznek, és olyan emberek, akiknek nincs reaktív elméjük. Tehát nincsenek ösztöneik. Tehát az együttérzés az egy ösztön. Nekik nincs ösztönük, ők csak egyet akarnak, a hatalmat, ugye a hatalmat akarják, és amit tesznek, az gyakorlatilag vagy ténylegesen szóban megállapodtak a fejlett hüllőkkel, vagy a hüllők hipnotikusan manipulálják őket. Jó, ez mind a kettő lehet egyébként. Mind a kettő. És a hüllők így akarják átvenni a bolygón a hatalmat, hogy ezek a családok, ez egyébként nem két család, hanem 13 család, ezekben olyan családok is vannak, hogy Habsburg, Romanov, akkor a Windsor, akkor a Hirohito, stb. Tehát ilyen családok, tehát főleg uralkodó családok vannak benne. És lényeg az, hogy ezek az emberek által manipuláltan vagy megegyezve akarják átvenni az irányítást az emberek felett. Tehát nem az árnyék hatalom lesz az irányító, vagy lenne az irányító, hanem a hüllők, így van. A hüllők azok pedig ilyen 2,5 méteres, ilyen két és fél mázsás, tehát ilyen két és fél mázsás lények. A vezető hüllőknek még farkuk is van, tehát farkuk, és ilyen pikkelyes a bőrük neki. Tehát pikkelyes. De egyébként felegyenesedve járnak, tehát humanoidok, ők is. Csak ők a hüllőkhöz tartoznak. Na most a hüllőkről tudni lehet mindenütt, hogy minden hüllő hidegvérű. Az emberre mikor mondják, hogy hidegvérű? Például, ha valaki hidegvérrel gyilkol. Vagy hideg vér, hát főleg a gyilkolásra szokták mondani. Érzelemmentesen gyilkol. Tehát érzelmentesen cselekszik. Na ezek a lények
ezek ilyenek, tehát mert hüllők, tehát hidegvérűek. És azok, akik kiszolgálják ezeket a hidegvérű hüllőket, azok pedig 40%-ban hüllők. Tehát genetikailag 40%-ban hüllők. Sőt, van köztük egy-két olyan, amelyik 50%-ban hüllő, és ezáltal alakváltó. Tehát képes az alakváltásra. És lényeg az, hogy mivel nagy mértékben hüllők, ezért szintén hidegvérűek. Tehát azok a hidegvérű egyének a bolygón, akikre rászokták mondani, hogy hidegvérrel csinálta ezt, meg azt, meg hidegvérrel gyilkolt, azokban túlteng a hüllőgén, és gyakorlatilag a hüllőgén miatt nincs bennük ösztön, érzelem. Tehát nincs bennük érzelem. Tehát nincs érzelme, nincsenek érzelmeik. Csak tudatuk. Na most ezeknek az embereknek, félig meddig emberek, illetve nem is az embereknek, hanem a hüllőknek, milyen tudatuk van elsősorban? Tehát kollektív tudatuk. Tehát kollektív tudat. Na most ez a kollektív tudat az azt jelenti, hogy a saját fajuk érdekében a másikat hát likvidálni kell. Tehát szó szerint likvidálni, tehát az embereket likvidálni szeretnék, és az emberek csak gyakorlatilag szolgák lennének ezen a bolygón. Na most emiatt, mert hogy a teremtőink nem tudnak mit csinálni ezekkel a hüllőkkel. Ugyanis ezek a hüllők a föld alatt élnek. Tehát a föld alatt, és nem pár méterre a föld alatt, hanem több kilométer mélyen a föld alatt élnek. És mivel nem tudnak velük mit kezdeni, ezért, hogy azt a fajta hatalomátvételt, amit terveznek, hogy ne tudják megvalósítani, két megoldás van. Egy, vagy az ember tudatosodása, oké? És aki nem tudatosodik, az manipulálható, és a hüllők manipulálják, és ha sok embert manipulálnak, már pedig jelenleg a bolygó körülbelül 60%-a végérvényesen manipulált. Ez egy brutális szám. Tehát a 7 milliárd emberből 6x42 több mint 4 milliárd. Végérvényesen manipulált. A végérvényes manipuláció az azt jelenti, hogy visszafordíthatatlan. Tehát ez úgy működik, hogy megértsük, ez teljesen úgy működik, mint az állatoknál. Tehát például mondjuk egy pitbullt, amelyik harci kutya, és kifejezetten harcra használják. Ha szeretettel nevelik, abból soha nem lesz harci kutya. Azt kölyök korában idegesíteni kell, és amiatt lesz harci kutya. Jó, nem nehéz idegesíteni, ezt azért hozzá tenném. Tehát nem olyan, nem olyan, mint a Bernáthegyi. Jó, szóval, de nyugodtan egy pitbullra rá lehet bízni egy gyereket, akkor, hogyha így van nevelve. De ha nem így van nevelve, hanem kölyök korában hergelték, idegesítették, netántán még verték is, akkor az egy idegroncs lesz, az a kutya, felnőtt kutyaként. Na most,
egy idegroncs kutyát nem lehet békéssé tenni. Tehát egy olyan állatot, amely már tehát kölyökkortól olyanná vált, hogy agresszív, azt nem lehet békéssé tenni. Na most, sajnos ugyanez van az emberrel, mivel van reaktív elméje. Egy olyan embert, aki már végérvényesen manipulált, tehát el van vele hitetve dolgok, és kimegy tüntetni, nem azért az 1-2 forintért, én soha nem vettem részt semmilyen tüntetésbe. Tehát soha. Egyetlen egy tüntetésbe se. Szóval egy olyan embert, akiben benne van már az agresszivitás, mert gyerekkortól belenevelték az agresszivitást, és felnőttként is ezt az agresszivitást megtartotta, az soha életben nem lesz békés, nyugodt ember. Tehát nem véletlen a mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna, meg kecskéből se káposzta. Én 87 óta foglalkozok emberekkel, 93-tól vezetek embereket. A foglalkozás azt jelenti, hogy személyesen foglalkozok emberekkel. Körülbelül 60 ezer ember tapasztalata alapján tudom mondani azt, hogy én nem láttam olyat, hogy valaki gyökeresen megváltozott volna. Én ilyet nem láttam. Változásokat láttam, de olyan, hogy valaki 180 fokot változott volna, ki van csukva. Egyetlen egy embernél nem láttam ezt a 60 ezerből, hogy gyökeresen megváltozott volna. Ugyanaz, mint az állat. Egy állat, még egy, mit tudom én, egy idomított tigrisben is akkor is ott van az, hogy tartani kell tőle, hogy esetleg mikor támad. Ugyanez az ember, egy olyan ember, aki úgy élte az életét gyerekkorában, hogy hergelték, ki van csukva, hogy ő belőle egy békés, boldog felnőtt lesz. Ki van csukva. Hiába van tudata. Tehát egyszerűen nincs egy olyan környezete, ahol tehát évekig, vagy akár évtizedekig egy olyan környezetben kellene lenni. Hát most gondolják végig, mire fölnő valaki 21 éves korára, az 2 évtized. És mondjuk ott valakit 2 évtizedig hergeltek, akkor hogy lenne, hogy válna mondjuk pár év alatt békés, nyugodt emberré? Ki van csukva? Ugyanolyan, mint egy betegség. Valakinek egy betegsége kialakult mondjuk 6 év alatt, miből gondolja azt, hogy 6 hónap alatt kigyógyul belőle? Ki van csukva? Ki van csukva? Tehát az ember úgy működik, hogyha mondjuk valamit 2 évtizedig csinált, mondjuk hergelték, idegesítették, és egy agresszív emberré vált az az illető, ki van csukva, hogy ő mondjuk pár év alatt egy békés emberré váljon? Ki van csukva? Miért van kicsukva? Azért, mert a környezete az nem fog változni. Tehát ő hiába akar változni, ha ugyanabban a környezetben él, mint előtte. Világos ez? Tehát akkor lenne esélye
valami kis változásra, és inkább csak azt mondanám, hogy talán egy folyamatos változásra, ha egy teljesen más, egy békés, nyugodt, zaklatásmentes környezete lenne. Na most arra vagyok én kíváncsi, hogy egy embernél, aki évtizedeken keresztül zaklatott környezetben élt, fog-e találni egy békés, nyugodt környezetet a következő évtizedekben? Hát eleve mindenkit zaklatni fog maga körül, ezáltal zaklatottak lesznek az emberek körülötte. Hát hogy lesz békés környezet? Tehát ez azt jelenti, hogy amiket én most elmondtam, ezeket a föntiek pontosan tudják, hogy ez így működik, így van, így működik az ember. És emiatt két választása van ennek az emberiségnek. Vagy tudatosodik, akit lehet tudatosítani, az tudatosodik, a 60%-ot nem lehet. Vagy úgy, ahogy van, bolygóstúl minden, miért kell a bolygót eltüntetni? A hüllők miatt. Világos ez? Tehát a hüllők miatt. Tehát ugye két részletbe jöttek ide a hüllők, illetve igen, kettő részletbe. Tehát volt, amikor itt maradtak a hüllők, amikor két külön kontinensen éltek az emberek és a hüllők a bolygón, és ugye azon a bolygón, ahol a hüllők éltek, ez egyébként az amerikai kontinens volt, amelyiken éltek a hüllők, azon, tehát azok maradt, abból maradtak itt egy kis csoport, és egy másik csoport meg a 20. század legelején jött le, és hozták magukkal a technikát. Hogy jött le? Volt egy összecsapás a naprendszerért a hüllők és az emberek között. Nem mi köztünk emberek, hanem a teremtőink. Csak ez is olyan, hogy teremtőink, nem ők teremtettek minket. Tehát nem a jelenlegi teremtőink teremtettek minket, mint embert. Tehát lényeg az, hogy azok a tehát teremtőink, akik most vannak, azok összecsaptak a hüllőkkel, a naprendszerért. És egy csoport ide lemenekült a Földre. A technikájukkal lemenekültek. Hozták magukkal, hát űrhajót, stb. Stb. Fegyvereket, hozták magukkal a technikát. Nyilván üldözték a győztesek, az emberek, az ember teremtőink, de hát akkor is lemenekültek a Föld alá, tehát befogadták őket a testvéreik a Föld alatt. És ezek adták át, kezdték átadni a technikát az első világháborúban, meg a második világháborúban az emberek számára. Na most lényeg az, hogy ezekkel a hüllőkkel nem lehet mit csinálni. Tehát ezek meg akarják szerezni a bolygót és a naprendszert. Ezt vagy elpusztítják, bolygóstúl mindenestül ezt a hüllőkolóniát a Föld alatt, vagy az ember annyira tudatossá válik, hogy a hüllők ne tudják őket manipulálni. Így van. És a hüllők eltávoznak a bolygóról, mert egyszerűen nem viselik el az emberek magas rezgését. Mert a magas rezgés által, tehát az emberek magas frekvencián rezegnek, akkor a bolygó, az egész bolygó átveszi
ezt a magas frekvenciájú rezgést. És ezt ők érzékelik odalent, és egyszerűen elviselhetetlenné válik az a környezet. Ugyanolyan, mint hogy ön mit tudom, viszonylag jó hangulatban bekerül egy olyan helyre, ami nagyon alacsony rezgésű. Ön ott nem fogja jól érezni magát, onnan el fog menekülni. Na, ugyanez csak náluk fordítva, és akkor fogják, és az űrhajóikkal akkor innen egy adott pillanatban elhagyják a bolygót. Ezt ennyi. De tehát nincs más megoldás, csak hogy értsük. Nincs más megoldás. Vagy a teljes bolygó pusztítása, elpusztítása, azért, hogy a hüllők is elpusztuljanak, vagy a tudatosodás. De a tudatosodás az jelenleg kb. 40%-nak. Van rá valamicske esélye a tudatosodásra. Ha nem lesz aranykor, tehát nem tudatosodnak az emberek, akkor jön a pusztítás. És akkor írja nekem valaki egy direktem egyébként, hogy hát miért kell ijeszgetni az embereket a halállal, amikor a halál úgyis eljön mindenkinek. Ez nem ijeszgetés. Tehát az ijeszgetés az, ami nem valószínű, hogy meg fog történni. Tehát az az ijeszgetés. Tehát ijeszgetés az, hogy ön ki fogják rabolni az utcán. Az ijeszgetés, hogy önhöz be fognak törni az ön lakásába. Ez ijeszgetés. Mert nem sok esély van rá, hogy ez megtörténjen. Tehát sokkal kisebb az esély arra, hogy ez megtörténjen, mint hogy ne történjen meg. Tehát arra sokkal nagyobb az esély, hogy nem fog megtörténni azt, hogy ön kirabolják. De az, hogy a teljes bolygó elpusztul, arra most kb. 99%, több mint 99% esély van. Ez nem ijeszgetés. Hát ha valamire 99% vagy több mint 99% esély van, az nem ijeszgetés, az figyelmeztetés. Tehát ne keverjük már össze a figyelmeztetést az ijeszgetéssel. Tehát én figyelmeztetem az embereket, mert én egy szócső vagyok a teremtőink kezében, hogy mi várható. Tehát vagy fejlődnek az emberek, aki nyilván erre még képes, aki nem véglegesen manipulált, vagy fejlődnek, vagy eltűnünk úgy, ahogy vagyunk. És ennek van egy következő következménye. Tehát ugye van egy jó hírem, a lélek az nem hal meg. Tehát az ön lelke az valószínűleg több mint 1 millió éves. Tehát bármelyikünk lelke. Na most, de nem mindegy, hogy ez a lélek mikor fog újra születni. Tehát nem mindegy, nem tudom, látta valaki a Matrixot? Matrix című filmet? Na, ahhoz hasonló. Csak ne a testre képzeljék el a Matrixot, hanem a lélekre. Tehát most a létközi állapot, tehát két leszületés közötti állapot, az egy Matrix állapot. Tehát gyakorlatilag az nem, az egy virtuális állapot. Egy virtuális valóságba rakják be a lelkeket a két lét között. Ezért van az, hogy gyakorlatilag valaki meghal és újraélesztik, és emlékszik, hogy mi történt oda át, akkor ugyanolyan dolgokról mesélnek. Tehát nagyságrendileg ugyanolyan dolgokról. Miért? Mert bekerült egy virtuális világba az illető. Egy virtuális valóságba. Hát virtuális valóságot már elő lehet idézni az embereknek ezzel. Hát bemegy a média márba, és nem tudom hány olyan készüléket tud venni, amit föltesz a fejére, és azt hiszi, hogy megéli azt a helyzetet, így van, azt a helyzetet. És lényeg az, hogy
Nem mindegy, hogy az ember mikor születik újra. Tehát azok a személyek, akik nem tesznek meg mindent annak érdekében, amit tehetnének, hogy létrejöjjön ez a bizonyos aranykor. Tehát nem tesznek meg. Nem akarnak fejlődni, stb. Stb. És ezáltal törlésre kerül a bolygó, Cúzán ment okkal vonóval, akkor azok várhatnak arra, mire újra születnek. Ennyi. És akkor szépen ott el lesz a lelkük, egy virtuális valóságban, akár több ezer évig, hogy megint legyen egy olyan börtönbolygó, mint a Föld, ahová a lázadókat, vagy a bűnözőket, vagy a lustákat deportálták, mert azért vagyunk itt, mert valamelyiket ezek közül elkövettük. És majd, ha lesz egy másik ilyen bolygó, akkor újra születhetnek. Miért nem lehet újra születni? Mert egy olyan társadalomban, ahol a lények teszik a dolgukat, nincs etikátlanság, nincs erkölcstelenség, nincs olyan, hogy lustálkodás, nincs olyan, hogy bűnözés, nincs olyan, hogy mi volt a harmadik? Tehát lustálkodás, bűnözés, lázadás, így van, nincs lázadozás, így van, mint amit most csinálnak az úton az emberek, vagy a tüntetéseken. Tehát nincs lázadozás, nehogy már egy olyan lélek beszülessen, amelynek ezek a lételemei, a lázadozás, a lustálkodás, meg az etikátlanság. Hát elég fura lenne, nem? Akkor megy egy átnevelő táborba, egy olyan átnevelő táborba, ha lesz majd olyan, mint a bolygó, a Föld nevezetű bolygónk, mert az egy átnevelő tábor. Mert el kellene jutni mindenkinek a hetedik lelki szintre, a teljes beteljesülés szintjére, ahol nincs lustálkodás, ahol nincs etikátlanság. Mi a harmadik? És nincs lázadozás, a lázadozás felejtem mindig. És nincs lázadozás. Oké? Hanem békés, derűs élet van. Jó? Tehát a Homo sapiensnek a jövője az itt ér véget. Mindenféleképpen. Tehát a Homo sapiensnek a jövője a következő évtizedekben megszűnik. Nincs. Olyan, hogy Homo sapiens nem lesz többet. Nincs. És akkor mi lesz? Mi lesz? Akkor mi lesz velünk, akik mondjuk létrehozzuk az aranykort, és mi túlélünk? Mi lesz velünk? Átváltozunk, így van. Új emberré válunk, mert a Homo sapiensnek van egy nagy problémája, kedden beszéltem róla az első részben, és ez a keddi adásnak a folytatása, keddi előadásnak a folytatása. Ugye, ahol beszéltem arról, hogy hogy működik a Homo sapiens, és el fog tűnni a Homo sapiens. És most pedig arról beszélek, hogy a Homo sapiensnek van egy esélye, hogy Homo novissá váljon. A Homo novis az azt jelenti, hogy nem külalakra más, hanem nem fél. Nem fél. A Homo sapiensnek az a baja, hogy félelemben lévő ember. A Homo novis viszont nem fél. Most, ha egy ember nem fél, akkor tudatos tud lenni minden helyzetben. Ha nem fél, akkor az ösztönei nem működnek.
hanem csak a tudatossága működik. Ha nem fél, akkor nem dühös, nem agresszív, nem sír, meg stb. Stb. Hanem békés, nyugodt. És nem jön ki a sodrából. Nem lesz hirtelen idegroncs egyik pillanatról a másikra. Oké, hanem nyugodt tud maradni. És ha valaki elindul a homo novis fejlődés útján, mert ez egy fejlődés, akkor ráadásul még besegítenek energetikailag abban, hogy képes legyen műszakilag a testünk, tehát most idézőjelben ezt a műszakilag, a testünk képes legyen úgy üzemelni, mint mondjuk 20 évesen üzemelt. Nem fogunk attól 20 évesen kinézni. Csak mondjuk úgy üzemeljen az ember, mint 20 évesen. Tehát fizikailag úgy bírja, mint 20 évesen. És ezáltal az életkora ennek a testnek lényegesen kitolódik. Így van. Lényegesen kitolódik. Tehát vannak olyan szellemlények, akik azért vannak már itt, hogy ezeket a javítgatásokat azokon az embereken, akik az aranykort csinálják, ezeket a javítgatásokat megcsinálják. Tehát szó szerint megcsinálják. Jó, úgyhogy ránéztem az órára, Atya Isten, jól elszaladt. Hát maga ez az előadás, ez része a Nyílt Akadémia coach képzéseinek. A coach képzés ez egy szakma. A mi értelmezésünkben ember és életjobbító szakma. Ha egy coach dolgozik, akkor képes valakiből kihozni a legjobbat és a legtöbbet. Tehát mi azt csináljuk, hogy képessé tesszük az embereket arra, hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék, a problémáikat megoldják, illetve megelőzhessék, a céljaikat megvalósítsák, és képesek legyenek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Ez a küldetésünk. Ezért vagyunk mi szervezetként. Ezért kellett nekünk megélni a négy piacvezetői pozíciót. Ezért kellett mindent megélni az elmúlt 93 óta, azt mondja hány év, 24 évben ez a szervezet. Ezért kellett nekem, mint a szervezet vezetőjének megélni 87-től azokat, amit megéltem, mert onnantól kezdtem el emberekkel foglalkozni. Mert megvan minden tudás és tapasztalat arra, hogy képesek legyünk létrehozni az aranykort azok számára, akik nem végérvényesen manipuláltak. És mi lesz azokkal, akik végérvényesen manipuláltak? Nagyon egyszerű, mondom, itt vannak azok a szellemlények, akik képesek megoldani a dolgokat, tehát például azt, hogy energetikailag valakit fejlesztenek, de arra is képesek, hogy mondjuk bárki, aki elaludt, megállítsák a szívét. És ez nem ijeszgetés, ez megint tény. Tehát én ezt tudom, hogy így van. Tehát azt arra még egy ember is képes, hogy egy másik embernek megállítsa a szívét. Mondom, egy ember is képes rá, hogy egy másik személynek megállítsa a szívét. Nem, hogy egy negyedik dimenziós, sokkal, tehát a test által nem korlátozott lény.
Mert ugye mi azért tudunk nehezebben boldogulni a mentális teremtés területén, mert a testünk korlátoz. Ez kifejezetten úgy lett ez a test teremtve, létrehozva, hogy ezt a korlátozást véghez vigye a lelkünkkel kapcsolatban. Ha nem ebben a testben lennénk, hanem egy kevésbé korlátozó testben lennénk, akkor mentális teremtő képességünk sokkal magasabb szinten lenne. Tehát, de akkor is vannak a bolygón olyan emberek, akik képesek mentális úton nagyobb teremtésre, jóval nagyobb teremtésre, mint az átlag. És mondom, vannak olyan emberek, akik egy másik embernek meg tudják állítani a szívét. Vagy el tudják indítani a szívét, ha megállt. Nem úgy, hogy elkezdi pumpálni, meg ütni, verni, meg nem úgy, hogy kell hozzá defibrillátor, vagy mi a manó, és hanem mentális képességekkel meg tudja ezt csinálni. Tehát, na most képzeljék el, hát akkor mennyire tudják megcsinálni a szellemlények azt, hogy fogják, és teljesen humánus dolog, végérvényesen manipulált az illető, esélye sincs, hogy vele valami fejlődés történjen, pedig elindult a próbálkozás, meg lett tőle kérdezve, meg lett kínálva a fejlődésre, de ő neki esélye sincs, ő nem akar, neki minden tökéletes. Fogják, este lefekszik, leállítják a szívét, és reggelre meg nem kell föl, és addigra már hiába akarják újraéleszteni. Már az a hajó már elment. Ez ennél humánosabb megoldás arra, hogy valaki meghalljon, gyakorlatilag nem létezik. Jó? Úgyhogy ez nem ijesztgetés. Én ezeket nem ijesztgetési célzatból mondom, hanem ezek tudom, hogy így vannak, így lesznek, mert kapom ezzel kapcsolatban az infókat, és nekem az a feladatom, hogy figyelmeztessem az embereket, hogy kicsit szedjék össze magukat. És ugye mi az összeszedés? Azt, hogy kezdjen el az illető fejlődni. Tehát kezdjen el olyan tudásra szert tenni, amit tud hasznosítani is. Tehát ezért vagyunk mi mások a többi szervezethez képest, mert mi mindenhez, a fejlődéshez módszert is adunk. Tehát módszert. Tehát ha valamit ön meg akar oldani az életében, akkor itt rendelkezünk módszerrel ahhoz, hogy ön azt meg tudja oldani. A coachképzés, tehát ezek a fajta képzések, amit tartunk, coachképzéseink, tehát mi egy speciális coachképzést nyújtunk a többi coachképző intézményhez képest, töredéke összeg a többi szervezet coachképzéséhez. Miért? Mert az nem arról szól a többi szervezet, hogy aranykor legyen, meg stb., hanem arról szól, hogy azok az emberek, akik létrehozták azt a coachképző intézményt, megtömjék a zsebüket. Erről szól. Nem arról szól, hogy például a bevételnek a 70%-a nálunk, a bevételnek a 70%-a vissza van juttatva azoknak a személyeknek, akik részt vesznek a szervezésben arra, hogy az emberek elsajátíthassák a tudást. Hát akárhogy nézzük, mindössze 30% marad benn a szervezeten belül a működésre. 30%.
nincs más ilyen szervezet, nem hogy a coachképzés területén, a világon, amelyik ugyanezt megcsinálná, hogy a 70%-át visszajuttatja azoknak az embereknek, akik a szervezésben részt vesznek. No, de ennyi fért bele a mai estében, első részébe. Hát nem sikerült ezen az anyagon nagyon haladnunk. Mutatom, hogy mind kellett volna haladnunk. Jó, itt a végéhez azért elszaladok. Igen. Hisszük, hogy a Nyílt Akadémia és a PPA segítségével ön is sikeres, boldog ember lesz. Ha tetszik önnek a felkínált lehetőség, akkor az előadás után rendezze a Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító coachképzésének most nagyon kedvezményes tandíját, hogy minél előbb hozzájuthasson a tudáshoz. A fejlődésért kezdj el használni a pph.hu weboldalunkat. Vegye fel és tartsa fenn a kapcsolatot a PPA-s vezetőjével, mindenkinek van saját személyes vezetője, és segítünk abban, hogy az élete minden területén sikeres, boldog ember legyen. Örülök, hogy tájékoztathattam önöket erről a korszakalkotó életjobbító megoldásról. Várjuk sok szeretettel a következő rendezvényünkön, ami 15 perc szünet után kezdődik, a marketing coach képzés. Valaki írta nekem, hogy hát ugye a marketing az arról szól, hogy akik marketingeznek, azok a zsebüket megtömjék. Így van. Na most válaszolnék ennek, aki ezt írta nekem. A marketing technikát a magánéletben tökéletesen lehet hasznosítani. Ugyanis a marketing miről szól? Arról szól, hogy egy terméket, vagy egy szolgáltatást, vagy egy gondolatot képes legyen az ember úgy eladni egy másik személynek, mondom, egy gondolatot is úgy eladni egy másik személynek, hogy az a másik személy egyetértsen azzal, amit kommunikáltak felé. Most a társadalomban nem az egyetértő kommunikáció a szokás, hanem az erőszakos kommunikáció. Tehát ráerőszakolni az akaratunkat egy másik személyre. Ez a kommunikáció van mondjuk a családok nagy részében, vagy az emberi kapcsolatok nagy részében. De az ember használja a marketing technikát, ami a mi esetünkben arról szól, hogy az ember képes legyen úgy kommunikálni valakivel, hogy az a ketten egyetértésre tudjanak jutni, és az egyetértésből szeretet, szimpátia, szeretet fejlődjön ki, és hogy további kommunikációt tudjanak folytatni, ami még további egyetértéshez vezet, az egyetértés, az egyetértő kommunikáció pedig még további szimpátiát és szeretetet okoz. Úgyhogy ha valakinek ez pénzt jelent, zsebtömést jelent, hogy úgy kommunikálni, hogy egyetértsenek velünk, hogy szeretet legyen a két személy között, hát akkor valami félreértése van nagyon annak az illetőnek. Úgyhogy sok sikert és minden jót kívánok, és jó tanulást, további jó tanulást a mai napra. Vegyen részt át a marketing coach képzésen, ugye az vehet részt, akinek jogosultsága van, vagy első alkalommal vesz részt a marketing képzésen. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!